Most, hogy megvizsgáltuk mindazt, amit a teremtésről tudunk, és hogy mit ír az írás arról, hogyan hozta létre Yahuwah a teremtő a világot, és mindazt, ami benne van, azok után pedig átnéztük azt, hogy hogyan is irányítja, valamint megnéztük, mi az, amit érdemes tudni és tudni lehet magáról a Földről, meg fogjuk vizsgálni, hogy mit tudunk meg az égboltról, illetve a mennyboltról, mi az, amit az írás elárul erről. Először azt fogjuk megvizsgálni, hogy ugyanúgy, ahogyan a Föld és minden más esetében a teremtésnél megvizsgáltuk az égboltot is, Yahuwah teremtette, nézzük meg néhány verset azzal kapcsolatban, hogy mit tudunk meg erről. Kezdjük a legelején 1 Mózes Bereshit 1-es fejezet, ami így szól. És mondta Elohim, legyenek világító testek az ég mennyezetén, rajta az ég mennyezetén, hogy elválasszák a nappalt az éjszakától, és legyenek jelek, és meghatározói ünnepeknek, napoknak, esztendőknek. Elmondja, hogy ő teremtette ezt, és hogy miért teremtette ezeket. Azért, hogy jelek legyenek számunkra, az ünnepeket meghatározzák, a napokat, az esztendőket, mint egy óra és egy naptár. Ugyanúgy, ahogy az Izituride írja, ezután parancsolt Elohim, legyenek világító égi testek az ég boltozatán rajta, válasszák el a nappalt az éjszakától, ez az első funkciója, szolgáljanak jelekül, és mutassák meg a kijelölt időket, napokat, éveket. Ez a funkciójuk. Csak azért, mert a világ egyszerűvé teszi számunkra ezt, és nincs szükségünk rá, az nem jelenti azt, hogy a Teremtő megváltozott velünk együtt. Ő ezt oda tette a kezdet kezdetén, és mindvégig ezt használja azok, akik őt akarják követni, azoknak ehhez kell igazodniuk, és bár nem tudjuk, hogyan kell használni, az nem jelenti azt, hogy nem fogjuk tudni kitalálni, ha kutatjuk, és keressük, és akarjuk új fordítás, így szól azután, ezt mondta Elohim, legyenek világító testek az égbolton, hogy elválasszák a nappalt az éjszakától, első funkció, és meghatározói jelei legyenek az ünnepeknek, napoknak, esztendőknek, amíg ég és föld van a világon, addig ez így fog történni. A Teremtő nem változik meg velünk. Nem alakítja az ő ünnepeit a mi naptárunkhoz, ahhoz, amit mi változtattunk meg már több tucatszor a történelem során, az óráinkhoz, a perceinkhez, a hónapjainkhoz, amelyik hol ilyen hosszú, hol olyan hosszú. Ő egyáltalán nem így, nem ő fog igazodni hozzánk. Ő lefektette az ő szabályrendszerét, és azt akarja, hogy mi visszatérjünk hozzá, hogy visszataláljunk ahhoz a rendszerhez, amit ő kitalált. Nem véletlenül figyelmeztet, hogy amíg ég és föld van, addig az ő szava nem fog elmúlni. És ennek a legjobb példája az, hogy az égbolton mi történik. Úgyhogy nem lehet figyelmen kívül hagyni azt, hogy egyrészt milyen alakul a föld, másrészt az, hogy mi történik az égbolton. Nem fog hozzánk igazodni. 15-ös vers így szól, legyenek világítókul az ég mennyezetén rajta, hogy világítsanak a földre, és úgy lő. Teremté tehát Elohim a két nagy világítótestet, nagyobbik világítótestet, hogy uralkodjék nappal, kisebbik világítótestet, hogy uralkodjék éjjel és a csillagokat. Nézzük meg, hogy mit ír a másik fordítás. A Károli egyértelműen azt mondja, hogy nagyobb az egyik, másik kisebb. Azonban az Easy to Read így szól, ragyogjanak az ég boltozatán, ugye a nap és a hold és a csillagok, világítsák meg a földet, és úgy is lett. 16. Így alkotta Elohim a két nagy világító égi testet, az erősebb fényűt, hogy nappal uralkodjon, és a gyengébb fényűt, hogy éjjel uralkodjon. Megalkotta a csillagokat is, az Easy to Read pedig egyértelművé teszi, hogy az egyik erősebb fényű, a másik gyengébb, míg az új fordítás így szól, legyenek ezek világító testek az égbolton, hogy világítsanak a földre, és úgy történt, megalkotta Elohim a két nagy világító testet, a nagyobbik világító testet, hogy uralkodjék nappal, a kisebbik világító testet, uralkodjék éjszaka, meg a csillagokat, visszatér ugyanahoz a verzióhoz, amit a Károli féle mond.
Nézzük tovább, és helyezteti Elohim azokat az ég mennyezetére, hogy világítsanak a földre, ráhelyezi őket az ég mennyezetére ugyanúgy, ahogy a Ízitúrír írja, hogy ezeket az ég boltozatára helyezte, hogy világítsanak a földre, míg az új fordítás azt mondja, hogy az égboltra ráhelyezte őket Elohim, hogy világítsanak a földre. Én szerintem érdekes az, hogy ha már a nagyságuknál tartunk, Énok könyve egyértelműen a Easy to Read verziót támasztja alá, ami azt jelenti, hogy a kettő egyforma nagyságú, csak a fény erejük különbözik. Utolsó, a 18-as vers innen is, hogy uralkodjanak a nappalon és éjszakán, elválasszák a világosságot a sötétségtől, ezzel nincs is probléma. Még annyit hozzátennék azok számára, akik úgy érzik, hogy ez a koncepció ismerős valahonnan, azoknak talán segítségül lehet ez a kép, hiszen az ellenség így operál, mindig is így operált. Ott rejti el a dolgokat, ahol az ember legkevésbé keresné őket. A szemünk előtt. Mindig is ott volt, mindannyiszor, amikor az ember az időt szeretné tudni, akkor a mindenható teremtését és alkotását láthatja kicsiben a karján, illetve a falon. Így úgymond gúnytűz belőle az ellenség, hogy mindenkinek a szem előtt van, minden háztartásban van, vagy fél tucat, ennek ellenére az ember nem fedezi fel, és szinte semmit nem tud róla. Helyettesíti a teremtő alkotását a saját maga alkotásával. A következő vers már szerepelt azonban, csak azért megmutatnám példabeszédek Misli 8-as fejezetet, hogy legyen egy újabb referencia, és ez pedig a 27-es vers, mikor készíti az eget, ott valék, mikor felveti a mélység színén a kerekséget, mikor megerősíti a felhőket ott fenn, mikor erősekké lőnek a mélységeknek forrásai, stb. Stb. Ő készítette az eget, és ugye megbeszéltük a kerekséget, erre utal példabeszédek 8-as, 27-es vers, easy to read, ott volt, amikor az örökkévaló Jahua a mennyet teremtette. És ki mérte az óceán partjait? Új fordítás. Ott voltam, amikor megszilárdította az eget, tehát az ég egy szilárd valami. Ézsaiás, vagyis Jesiahu 45-ös fejezetben így ír a 12-es versben, én alkotám a földet, ez ugye a teremtő beszél, és az embert rajta én teremtém. Én terjesztém ki kezeimmel az egeket, és minden seregüket én állatám elő. Minden serege ugye az égitestek, és ő az, aki kiterjesztette az egeket. Erről már beszéltünk a teremtéskor, illetve az alkotáskor, hogy hogyan is történt ez. Csak meg akartam mutatni még egy verset, ez pedig az Easy to Read, hiszen én alkottam a földet, és én teremtettem az embert, hogy lakjon rajta, kezem terjesztette ki az eget, parancsomra álltak elő a mennyei seregek. Ugye itt a magyarázat az, hogy ez egyaránt jelentheti az angyalokat és vagy a csillagokat, ami ugye egy és ugyanaz. Csak a mi világunkban különböző a kettő, az angyalok, a malakim, az üzenők, az üzenet közvetítők, akik kapcsolatot tartanak a teremtő és az emberek között, ők azok, akiket csillagoknak hívnak az emberek. Erről ír Jób 1-es fejezet, azt hiszem ez egyből az elején, a 6-os vers, hogy amikor az angyalok megjelentek a teremtő előtt, hogy énekeljenek neki, de ugyanúgy a 2-es fejezet is ezzel kezdődik. És de számtalan példa van rá, aki Énok könyvét olvasgatta, az is ezzel tisztában lehet, hogy az angyalok és a csillagok egy és ugyanaz a mennyei seregek, ez mind-mind ugyanazt jelenti. Nézzük meg még az új fordítást. Én alkottam a földet, és én teremtettem rá az embert, az én kezem feszítette ki az eget, minden serege az én parancsomra állt elő. Ő az, aki az eget, Shamaim alkotta, és a mennyei sereget, akik ugye a Malakim,
azaz az angyalok magyarul. Igazi érdekességgel találkozhatunk Jób 37-es fejezetben, 18-as vers, így szó, segíthetsz én Elohimnek kiterjeszteni az eget, meg fogjuk nézni, hogy mi ez az ég szó, hogy szilárd legyen, valamit azt, hogy a szilárd, mint a fém tükör. Úgyhogy az Izidurid az eget egy fém tükörhöz hasonlítja, amely szilárd, és Elohim terjeszti ki. Az újfordítás pedig úgy írja, hogy ott voltál-e, amikor a felhőtakarót formálta, ugye itt felhőtakaróról beszél, mert egy szilárd, mint az öntött tükör. Ismét csak arról beszél, hogy szilárd, mint az öntött tükör. Akárcsak Károli fordítás, vele együtt terjesztetted éki az eget, mely szilárd, mint az acéltükör. Ez a szó, amely itt eget jelent, ez nem más, mint a héber szó. Sahak, és ez általában felhőt jelent az írás során, valamint az égboltot, a mennyeket, illetve egyszer finom port is jelent. Az elsődleges jelentése por vagy felhő, és a Shakak szóból ered, ami port jelent úgy, mint valami, amit nagyon finomra összetörtek, és ez tulajdonképpen párát jelenti, illetve azt, ahogyan kiterjeszti az égboltot a teremtő, egy ilyen kiterjesztést, vagy pedig magát, az égboltot. Ez a szó szilárd, ez pedig nem más, mint a héber szó. Strong's H2389, Chazak, Chazak. Chazak, és ez erőset jelent. Erős, hatalmas, valamint erősebb, keményebb, és az elsőleges jelentése erős, hatalmas. Az acéltükör, illetve a fémtükör szó, valamint az öntött tükör. Talán az öntött tükör áll a legközelebb az eredeti jelentéshez, mindjárt meg fogjuk nézni. Ez két szóból áll, az egyik az a héber szó. Strong's age 3332. Yatsak. Yatsak. Aminek a jelentése az, hogy önteni valamit, vagy olyan értelemben önteni, ahogyan egy szobrász önt, vagy valamit, amikor formálunk, illetve szintén erre utal az, hogy mint egy öntödében önteni, és folyamot jelent, vagy pedig az öntésnek különböző formáit. Ezen kívül olvasztani és önteni fémeket, ez a szótő, amiből ered, illetve az eredeti, a szó, amiből ered, pontosabban mondva egy kiterjesztést, valamit erősen szilárdan lehelyezni valahova, megkeményíteni, illetve kiönteni, valamihez hozzá tapadni erősen, és hozzá nőni, keményíteni, kiönteni, olvasztani, és leállítani, szilárdítani. Fémtükör másik része pedig a héber szó. Strong's H7209. Re-i. Re-i. Aminek a jelentése tükör. Mindössze egyszer fordul elő az egész Tanakhban, Ószövetségben, és az ez is tükröt jelent. Szerintem Jób 37-es fejezetből, 18-as versből egyértelműen kiderül az, hogy amennyiben megvizsgáljuk az eredeti szöveget, hogy miért is hasonlítja acéltükörhöz, vagy pedig nagyítóhoz, attól függően, hogy melyik verziót nézzük, ugye az angol verzióban looking glass, azaz nagyító is lehet, de akár a nagyítót vesszük alapul, akár az acéltükröt, mindenképpen a következtetés, amit levonhatunk belőle az, hogy az, amit nekünk állítanak, hogy ez vákuum és semmi, és mi jövünk ki be, és utazunk a végtelenbe, az nem egyezik azzal, amit az írás állít. Akár igaz, akár nem.
ellentétben áll azzal, amit az írás állít. Úgyhogy mindenkinek ezt kell először is tisztáznia magában, hogy ki az, akinek hisz a mindenható szavának, vagy pedig a világnak, illetve az ember szavának. És teljesen mindegy, hogy én mit gondolok, vagy mit mondok, vagy milyen bizonyítékokkal tudok előállni, vagy ki milyen bizonyítékkal áll elő. A végső kérdés és a legfontosabb kérdés az, hogy miért ír róla az írás teljesen másként, mint ahogyan azt a világ állítja. És ez az a kérdés, amit mindenkinek magában meg kell próbálnia megválaszolni. Hogy lehet az, hogy a világ mindig az ellenkezőjét cselekszi annak, amit a teremtő meghatároz. Zsoltárok, azaz Tehelim 103-as fejezetben fogjuk kezdeni, és ott is egyből a 19-es vers, ami így szól, Jahua a mennyekbe helyeztette az ő székét, és az uralkodása mindenre kihat. Áldjátok Jahuát, ő angyalai, ti hatalmas erejű, akik teljesítitek az ő rendeletét, hallgatván az ő rendeletének szavára. Áldjátok Jahuát, minden ő serege, ő szolgái, akaratának teljesítői. Áldjátok Jahuát, minden ő teremtményei, az ő uralkodásának minden helyén. Áldjad én lelkem, Jahuát. A menny az, ahová Jahua helyeztette az ő székét, és amint azt láttuk, a föld, a lábának zsámolya, a mennyek az ő uralkodásának helye, és mindenre kihat az ő uralma. Easy to read, ugyanezt árulja el, az Jahua örökkévaló a mennyekben állította fel trónját, és uralkodik mindenek felett. Ez pedig az új fordítás, New Translation, ami azt mondja, hogy Jahua a mennyben állította fel trónját, királyi hatalmával mindenen uralkodik. Egyértelmű az, hogy a mennyek az, ahol a mindenható megtalálható és úgymond lakik. Maga a mennyek szó. Strong's H8064. Shemaim, amiről ugye már volt szó, Shemaim az a mennybolt, Maim pedig vizet jelent, ezt megtárgyaltuk egyből az első részben, ha jól emlékszem, úgyhogy most ezzel nem is fogunk többet foglalkozni, csak meg akartam mutatni, hogy itt erről a mennyről van szó. Következő ugyanebben a könyvben a 33-as fejezet lesz, és 13-as verset fogjuk megnézni, amelyik így szól. Itt nézzük a 12-es. Boldog nép az, melynek hatalmassága Jahua, az a nép, amelyet örökségül választott magának, ez ugye Izrael. 13-as. Az égből letekint Jahua, látja az emberek minden fiát. Székhelyéről lenéz a föld minden lakosára, ő alkotta mindnyájuk szívét, és jól tudja minden tettöket. Az ég az, Shamaim, az ég volt, ahonnan letekint Jahua, és onnan figyeli azt, hogy mi történik a földön. Ez az ő székhelye, innen nézi a föld minden lakosát. Már arról számtalanszor volt szó, hogy furcsán hat ez a leírás, amennyiben elfogadjuk a gömb modellt, hiszen akkor melyik pontján is van tulajdonképpen a mindenható, hogyha lenéz a földre és mindent lát. Hogyha ő minket a saját képére teremtett, még akkor is, ha egyértelmű az, hogy mindenhol jelen van, mindent tud, és mindent lát, és mindent érzékel, ezt nem vonom kétségbe, azt mondom, hogy maga a példa, amit számunkra ad Zsoltárok, az a gömb modellen furcsának tűnik, és miért ezt a kép így használja, miért így akarja megadni nekünk, hogy hol van, hogyha egyszer igazából mi nem tudjuk azt elképzelni, hiszen mi nem úgy működünk, amennyiben az ember magára gondol, akkor elképzeli azt, hogy bárhol is van, a nagy részét a Földnek nem tudná figyelemmel kísérni. Easy to read, így szól, Jahua örökkévaló lenéz a mennyből, Shamaimból, jól látja az embereket, mennyei trónjáról figyeli a Föld minden lakóját. Hiszen ő teremtette mindnyájuk szívét, jól érti minden dolgokat. Ez az, ahol
a mindenható él és innen figyeli meg az embereket. Villám gyorsan az új fordítás, letekint a mennyből Jahua, és lát minden embert lakóhelyéből, rátekint a föld minden lakójára. Hazugság tulajdonképpen nem az, hogy mi nem egy gömbön élünk, hanem az, hogy mi egy gömbben élünk, tulajdonképpen egy fél gömbben, amit a teremtő felülről meg tud figyelni, és ezen belül pedig egy lapos mozgatlan felszínen zajlik az élet, ő pedig a mennyboltból figyeli meg a tevékenységünket, erre utal Zsoltárok 13-as fejezet is. Még mindig Zsoltárok 11-es fejezet, ahol is a 4-es vers így szól, Jahua az ő szent templomában, Jahua trónja az egekben, az ő szemei látják, szemöldökei megpróbálják az emberek fiait. Ugyanúgy akárcsak az előző 33-as Zsoltárban, 11-es Zsoltárban is arról beszél, hogy az ő szent templom, az ő temploma az a mennyekben van, és onnan figyeli az emberiséget. És onnan irányítja az egész birodalmát. A mennyek, a mennybolt jelképezi az ő trónját. Míg a Easy to Read így szól, de Jahua most is ott van szent templomában, az ő trónja a mennyben van. Ugyanúgy, ahogyan a Károly és az újfordítás, Jahua ott van szent templomában, Jahua, akinek trónja a mennyben van, lát a szemével pillantása, megvizsgálja az embereket. Ez az a hely, ahonnan szemmel tartja a világot, és ahonnan irányítja azt. Szintén ezt támasztja alá a következő vers, amely 5 Mózes Debrim 26-os fejezet, és onnan is a 15-ös vers így szól. Tekints alá a te szentségednek lakóhelyéből, a mennyekből, és áld meg Izraelt, a te népedet és a földet, melyet nékünk adtál, amint megesküdtél vala a mi atyáinknak, a tejjel és mézzel folyó földet. Ismét csak elmondja, te szentséged lakóhelye, amely a mennyekben van, ez az, ahol a teremtő lakozik. A Easy to Read így szól, kérlek tekints ránk a mennyből szent lakóhelyedről, és áld meg népedet, még az új fordítás, tekints le szent lakóhelyedről a mennyből. Eddigiek alapján egyetlen elképzelhető variáció van, illetve típus, ami lehetséges, és az pedig az úgynevezett lapos föld modell, ahol nem feltétlen az a lényeg, hogy a felület lapos legyen, az a lényeg, hogy az egész belátható egy pontról, ami az úgynevezett menny, ami a közepe az egésznek. Ez, ami a mi világunkban az úgynevezett északi sark. Ez az, ahonnan mindent lehet látni. Amennyiben ez nem teljesül, akkor azok a leírások, amiket az írás ad, azok nem fedik a valóságot. És a lényeg nem az, hogy hogy tudjuk bizonyítani, a lényeg az, hogy miért adna olyan leírást, ami nem fedi a valóságot. Következő vers, Jób 22-es fejezet, ahol így szól a 12-es vers, hát nem olyan magasé Elohim, mint az egek, egek ugye Shamaim ez esetben, és lásd, a csillagok is ott fent mi magasak. Mi igen magasak, bocsánat. Tehát a másik az, amire felhívnám a figyelmet, ami egyértelmű, az pedig az, hogy mindig magasságról beszél. Mindig arról beszél, hogy milyen magasan vannak a csillagok, az égitestek és a mindenható. A mi világunkban nem létezik magasság, a mi világunkban távolság létezik. És ez szintén ellentmond azzal, ahogyan mi úgymond idézőjelben tudjuk ezt az egész rendszert. A másik az, hogy ez a szó, ami itt úgy szerepel, mint milyen magasak, illetve hogy milyen magas é Elohim, ugye ez a szó a milyen magasak a csillagok, bocsánat, ez a szó nem más, mint a héber szó. Strong's H, 7218. Ramath Negev. Ramath Negev. Second entry. Rosh. Rosh. Ami annyit jelent, mint fő, vagy fej, vagy vezető, vagy vezér, vagy csúcs, vagy kezdet, társaság, illetve kapitány, valaminek az összessége, első
alapvető, uralkodó. A legfontosabb jelentése azonban fej, vagy csúcs, vagy ismételten valamiféle csúcs, illetve felső része valaminek a vezetője, az összege, illetve a magassága, az eleje, a kezdete. Ez az, amit jelent az a szó, amit ugye itt arra használ, hogy milyen magasak a csillagok. Ez jelenti a kiinduló pontot, azt a pontot, ahonnan minden ered, a csúcsát a dolgoknak, az eredetét, ez az, ahol van a teremtő. Ezt jelképezi ez a szó, ami azt magyarra úgy fordítják, hogy milyen magasak. Nézzük meg a könnyű olvasat, az easy to read. Lásd, Elohim a mennyben lakik fent a magasban, nézd a csillagokat, mi messze fent ragyognak. Elohim mégis fölülről néz le rájuk. Az új fordítás pedig mennyei magasságban van. Elohim, nézd, milyen magasan ragyognak a csillagok. A mennyekben van a teremtő. És ő mégis rájuk néz le, hiszen az úgynevezett menny boltozatban és azon vannak az égitestek, ő pedig azon kívül található. Ahogyan nagyszerűen mutatja ez az ábra, szerintem talán az egyik legjobb, bár érdemesebb elolvasni az összes verset, amit ebben a sorozatban találtok, és mindenki megpróbálja magának elképzelni úgy, ahogyan ő gondolja, ha akarja. Azonban a lényeg az, hogy én próbálom csak összefoglalni azt, amit erről találni lehet, aztán mindenki eldönti magának, hogy mi az, amit ő hisz, vagy amit ő ebből megfogad. De a másik az, amit a megváltó javasol az imájában, hogy jöjjön el a te országod, amit a mennyben, úgy a földön is. A földi élet jelképezi azt, ami a mennyben történik. Ha tovább olvassuk, akkor így szól, és mégis azt mondod, mit tud Elohim? Megítélheti ő, ami a homály mögött van. Sűrű felhők leplezik előtt, és nem lát, és az ég kerületén jár. Az ég kerületéről már volt szó, ugye ez a szó az ég kerületén jár, illetve ugye itt valakiről beszél, aki kételkedik a teremtőben, és úgy szól, hogy sűrű felhők leplezik, és nem lát minket, ő az ég kerületén jár, nincs mitől tartanunk, erre utal ez a vers, és ez a szó, hogy az ég kerületén jár, nézzük meg, hogy alakul a többi verzióban. Easy to read, így szó, bizony eltakarnak előle a fellegek, nem lát ő engem, mikor lépd el az ég boltozatán, míg az új fordítás sűrű felhők rejtik előtt, nem lát, és az ég peremén jár kell. Mind a kettő valamilyen szinten egyezik, ez a szó kerület, perem, égbolt pedig a héber szó. Strong's H 23-29. Húg. Húg. Húg, amiről már szó volt, ugye korábban kört jelent, kerületet, illetve egy körzőt, ugye, vagyis iránytűt inkább. Lényeg a lényeg, hogy ebből a két versből is azt a következtetést tudjuk levonni, hogy a teremtő igenis az úgynevezett mennyboltozaton, a Shamaimban él, ott jár kell, és onnan figyeli azt, ami a Földön történik, a Föld körül pedig egy szilárd búra van, ami egy acéltükörhöz hasonlít, ennek kerülete van, hiszen ez egy kör alaprajzú, és ez az, ami borítja a Földet, onnan a mennyből, a Shamaimból figyeli meg a teremtő azt, ami zajlik a Földön. Ézsaiás 40-ről már nem beszélek újra részletesebben, 22-es versben így szól, biztos mindenki emlékezik, egy korábbi részben már szó volt erről. Ki ül a föld keregsége fölött, keregség újra csak a kúg szó, amelynek lakói, mint sáskák előtte, ki az egeket kiterjeszti, mint egy kárpitot kifeszíti, mint a sátort, lakásra, erről szó volt részletesen. Ugyanez a helyzet, mint amit Jób is vázol ebben az esetben. A 22-es fejezet 14-es versben. Nézzük meg, vizsgáljuk meg, mit tudhatunk meg az égitestekről, különösképpen a napról és a holdról.
Ehhez el fogunk menni először is Prédikátor első fejezethez, ahol is így szól az ötös vers, és a nap feltámad, és elnyugszik a nap, és az ő helyére siet, ahol ő feltámad ismét, ugye, egy toldalék szó, ami nincs benne az eredetben. Lényeg az, hogy van a napnak egy helye, ahova siet, siet délre, és átmegy észak felé, körbe-körbe siet a szél, és a maga keringéséhez visszatér a szél. Ezek szerint a nap ugye felkél, és visszamegy az ő helyére, illetve ugyanígy a szél is körbe-körbe jár a földön, és visszatér a helyére, mint minden más. Ugyanez a Easy to Read-ben felkel a nap, aztán lenyugszik, majd sietve visszatér előbbi helyére, hogy megint felkeljen. Ugyanebben a verzióban a szélről ugye így ír, egyszer délfelé fúj a szél, utána éjszakra fordul, körbe-körbe jár a földön, majd újra visszatér. A szél is körbe-körbe jár a földön, és annak is megvan a helye ugyanúgy, mint a napnak, míg itt az új fordításban érdekes, ahogyan a napról így föl kell a nap, lemegy a nap, az, amelyik mozog, és emlékeztetnék mindenkit arra, hogy teljesen mindegy, hogy ezek az emberek mit gondoltak. A lényeg az, hogy ezek a szavak a teremtőtől származnak. Azok írták le ezt, akik olyan kapcsolatban voltak a teremtővel, hogy képesek legyenek ilyen műveket összehozni. Ők nem a saját gondolatait, megfigyeléseket írták le, hanem azt, amit megtudtak a teremtőtől. És amennyiben ők azt mondják, hogy a nap kell fel, és a nap megy le, az azt jelenti, hogy a Huától jött ez az információ, siet vissza arra a helyre, ahol majd újból föl kell. A nap az, aki a mozgást végzi, és siet vissza a saját helyére, és nem pedig a föld. Míg a hatos vers, a szél fúj délre, majd északnak fordul, körbefordul a szél járása, és visszatér oda, ahonnan elindult. Ugyanúgy, ahogy a nap. Egyértelmű ismét az, hogy az új fordítás próbálja a világ nézeteit, illetve az írás nézeteit egy tető alá hozni, ami egyáltalán nem jó ötlet. Amennyiben meg akarjuk nézni az, hogy a maga keringéséhez visszatér a szél, ez a szó keringés, ugye a Károlyban, míg körbe-körbe jár a földön, majd újra visszatér, ez az Easy to Read, és az új fordításban körbefordul a szél járása, és visszatér oda, ahonnan elindult. Ez a szó, ahogyan körbe-körbe jár, és visszatér ugyanoda, ez a szó maga, a héber szó. Strong's H, 5439, Saviv, Saviv. Amelynek jelentése körbe-körbe, minden oldalon, valamit körülvesz, illetve egy ilyen kör, mint egy körpálya, erről beszél. Az írásban arra használják, amikor azt írják le, hogy milyen helyek vannak valami körül, illetve bármint városok, vagy milyen emberek, egy körpályáról van szó, vagy egy körvonalról, szintén utána körpálya, illetve minden oldalról körbevesz valamit, és a szó, amiből ered, az ugye a H5437, ez pedig egy kört jelent. De maga a szó valami körül az is ugyanez a szó a használatban, illetve körpálya ismét csak egy körző, illetve minden oldalon valami körbe vesz. Egyértelmű, azt hiszem. Tovább haladunk, és ez Ezékiel egyes fejezet, ahol egy látomását írja le Ezékiel, a 4-es vers így szól, és látám, és ímé forgószél jött északról, nagy felhő egymást érő villámlása, amely körül fényesség vala, közepébe pedig, mintha izzó érc látszott volna ki, tudnélik a villámlás közepéből. Azért mutattam meg csak, hogy lássátok, hogy négy állat
szerepel ebben a látomásban, többek közt ötös vers, és belőle négy lelkes állat formája tetszik ki, és ez valahogy ábrázatjuk emberi formájuk, valas mindegyiknek négy orcája, van négy szárnya mindegyik kölyöknek, stb. Stb. Lábaik egyenes lábak, lábaik talpa, mint a borjú lábának talpa, és szikráznak vala, mint simított érc színe. Ez ugye a látomás így kezdődik. Ha leugrunk a 22-es vershez, akkor pedig meglátjuk azt, hogy és valamint egy mennyezet az állatok feje fölött olyan, mint a csodálatos kristály, kiterjesztve felül fejük felett. 25-ös vers, és lőn kiáltás a mennyezeten felül, amely vala a fejük felett, ők megállván leeresztik vala szárnyaikat, és a mennyezeten felül, mely fejük felett vala, mint valami zafírkő, királyi széknek formája, és királyi széknek formája, mint egy ember formája azon felül. És látám izzó ércként ragyogni, amelyet mintha tűz vett volna körül derekának alakjától fogva, és fölfelé, és derekának alakjától fogva, és lefelé látám, mintha tűz volna, és fényesség vala körülötte. Ugye egyértelműen egy mennyei jelenséget ír le Ezékiel, és én arra szerettem volna felhívni a figyelmet itt a 26-os versben, amit meg fogunk vizsgálni kicsit tüzetesebben azt, hogy a mennyezeten felül, fejük felett, mint valami zafírkő, egy királyi szék látszódik. Nézzük meg, hogy mi itt a mennyezet, illetve a zafírkő. Egyrészt ugye a mennyezet az ugye firmament, angolul rakia, héberül ugyanaz a firmament, vagy rakia, vagy mennyezet, amit a 1 Mózes Bereshitben teremtett a Yahuwah, a teremtő, mint ami beborítja a földet. Ez volt a fejük fölött, ez egy kicsiben jelképezi az egész földet, ez a látomás, a fölött van a trónja Yahuwahnak, a mindenhatónak, és ezt a mennyezetet hasonlítja a zafírkőhöz, és azon van rajta a királyi szék, és a királyi széken ül az az ember, akit ő lát. Ez a zafírkő, ez pedig megnézzük, hogy hogyan is, és mit is jelent ez a héber szó. Strong's H, 5601, Sapir, Sapir. Sapir, ami zafírt jelent, vagy egy zafír követ, és egy gyémántot, egy drága követ, valószínűleg zafírt. Ez még vissza fogunk térni a későbbiekben, nagyjából ez az, ahogyan a zafír kinéz. És fényesség vala e körül az ember körül, 28-as versben írja le a fényességet, mint amilyen a szivárvány, mely a felhőben szokott lenni esős időben, olyan vala fényesség körös körül. Ilyen vala Yahuwah dicsőségének formája, és látám, és orcámra esém, és hallám egy szólónak szavát. A másik verzió így szól, aztán hangot hallottam fölöttük levő mennyezet felől, ekkor ők megálltak, leeresztették szárnyaikat, a boltozat fölött kék színű drágakőhöz hasonló királyi trónushoz hasonlót láttam. Ezen ült valaki, akinek alakja emberhez hasonlított. Ugyanazt írja le, kicsit talán érthetőbb nyelven, kék színű drágakőhöz hasonló királyi trónust látott. Másik verzió pedig az új fordítás. A fejük felett levő boltozaton felül egy zafír fényű trónus alakja látszott, a trónus alakja fölött pedig emberhez hasonló alak látszott. Megerősíti ugyanezt a 10-es fejezetben, amikor így szól az 1-es versben, és látám, és íme a mennyezeten, amely a kérubok feje fölött vala, mennyezet ugye rakia, firmament angolul, látszik felettük, mint a valami zafírkő, olyan, mint egy királyi széknek formája. Ugyanezt írja le, ugyanezt a képet, ahol is egy zafír színű trónus lát a mennyezeten, ugyanúgy, ahogyan megbeszéltük már itt is, mennyezet, illetve maga a rakia, a firmament, a mennybolt, az égbolt, a fölött pedig a mindenható királysága, illetve trónja, és az ő birodalma található. Ha megnézzük
Másik fordítást, 10, Ezekiel, Hezekiah 10-es fejezet, felnéztem, és a kerubok feje fölött kék színű drágaköz hasonló boltozaton megláttam valamit, ami egy trónushoz hasonlított. A boltozat szó, ugye itt hozzátesz egy megjegyzést, ez a szó előfordul 1 Mózes 1.6.7-ben is, az eredeti szövegben ez ugye maga arra kia, az a mennyboltozat, amit teremtett a teremtő. Ezért kicsiben, ezért írja ide azt, hogy előfordul, hiszen visszautal arra, a teremtése kicsiben megmutatja ugyanazt, és hogy így néz ki, így kell elkezdeni, még több részletet elárul. Az új fordítás azután láttam, hogy a boltozaton a kérubok feje fölött egy zafír fényű trónushoz hasonló látvány tűnt fel, ugyanez a helyzet itt is. Amiért ennyi időt eltöltöttem ezzel, az azért van, mert ez a jelenet előfordul második Mózes Semot 24-es fejezetben, amikor is Mózes és a vének felmegy a hegyre, ezután Mosé, Mózes és Aaron, Nádab, Abihu, és az Izrael vénei közül 70-en felmentek ugye a hegyre, és látták Izrael hatalmasságát, és annak lábai alatt valami zafír fényű tárgy vala, olyan tiszta, mint maga az ég. Ég, ez az ég szó, ez a Shamaim, amiről már rengetegszer volt szó, tehát maga a zafír kő, illetve a zafír színű, ez a kék színű tárgy olyan volt, mint maga az ég. Ezzel akarja elmagyarázni nekünk, hogy hogyan is néz ki az ég, hogyan is épül fel, miből is van. A másik verzió pedig ezután ment föl a hegyre Mosé, Mózes, Áron, Nádáb, Abihu és 70 vezető ott a hegyen látták Izrael hatalmasságát, akinek lába alatt ragyogó, kék, drágakőhöz hasonló kövezet látszott, olyan, mint a tiszta égbolt. A tiszta égbolt egy kék, drágakőhöz hasonló kövezet. És az az érdekes az egészben, 11-es versben, hogy Izraelnek ezek a vezetői látták Elohimet, de ő mégsem emelt rájuk kezet, hanem együtt ettek és ittak. Természetesen ez nem maga a teremtő, hiszen későbbiekben elárulják nekünk a Brit Hadasában, az Új Szövetségben, hogy senki nem látta Jahuát. Tehát ez nem lehetett ő, azonban ez egy másik témához tartozik, hogy hogyan is működik a maga a Yahusha HaMashiach, a Malach Yahuah, aki a megváltó, vagy idézőjelettéve, akit Jézusnak hívnak, és a maga az Atya, a Teremtő, a kettő szereplő hogyan működik. A lényeg ebben az, hogy az ég volt kék drágakőhöz hasonló kövezet, és ők ezt látták ott, és ezt írja le nekünk, hogy tudjuk azt, hogy hogyan néz ki. Azzal szemben, amit nekünk mondanak, hogy ez végtelen, és utazgatni lehet kibe, azzal szemben, amit az írás mond, az az, hogy ez egy szilárd mennyezet fölöttünk, ami kék drágakőhöz hasonló, és olyan, mint egy acéltükör. Azt hiszem, hogy ezekből a versekből ez egyértelműen kiderül. Az új fordítás gyakorlatilag megegyezik a Károlival. Látták Izrael hatalmasságát, lába alatt zafírkőféle volt, olyan tiszta, mint maga az ég. Azt hiszem, hogy a háromból elég egyszerűen össze lehet rakni, hogy miről is van szó. Az Easy to Read sokkal közelebb áll megint csak az eredeti szöveghez, hiszen azt mondja, hogy a drágakőhöz hasonló kövezet látszott alatta, ez a szó kövezet pedig a héber szó. Strong's age 3840. Livna. Livna. Ami kövezetet jelent. Ami parketta, vagy kőlapok, járda, téglák, ezt jelenti. Egyébként pedig a szó H38-35 szóban ered, ami fehérséget jelent, átlátszóságot, valamit, ami átlátszik, illetve kövezetet ismét. Érdekességképp annyit hozzátennék, hogy egyetlen egyszer szerepel ez a szó az egész Tanakhban, az egész Ószövetségben, és az ez az alkalom itt, amikor leírja ezt a zafír fényű kövezetet a Elohim lába alatt. Aki ismeri az írást, annak feltűnt az, hogy Jelenések könyve Higalú 4-es fejezetben szintén leírja a trónt, és
ugyanígy a villámlásokat is az egész elég hasonló ahhoz, ahogyan Ezékiel fogalmazott, illetve amit láttunk Mózes esetében sem ott van. De nézzük meg azért, kezdjük a négyestől, jelenések 4-4. És a királyszék körül 24 királyszék vala, és a királyi székekben láttam ülni a 24 vénet fehér ruhákba öltözve, és a fejükön aranykoronák valának. Ez ugye a mindenható királyság a mennyekben, illetve hát az ő úgymond palotája, vagy szent temploma. A királyi székből pedig villámlások és mennydörgések és szózatok jönnek valaki, vala ugye ez hozzátoldott, és hét lámpás ég, ismét vala, a királyi szék előtt, amely Elohimnek hét lelke. És a királyi szék előtt üveg tenger vala, hasonló a kristályhoz, és a királyi szék közepette a királyi szék körül négy lelkes állat szemekkel teljesek elől és hátul. Ugyanerről beszélt Ezékiel is az ő látomásában, és ez az pontosan, amit leír újra jelenések könyve az üvegtengerrel, illetve a királyi szék a négy állat, ez az üvegtenger ott a mindenható előtt pedig maga a mennyboltozat, amire épül az ő mennyei idézőjelbe temploma. És a másik az Izitorid íz a trón előtti tér kristálytiszta üvegtengerhez hasonlít a trón belsejében és oldalain négy mennyei élőlényt láttam, akinek testén körös körül sok szem volt, kristálytiszta üvegtenger, és a harmadik verzió pedig a trónus előtt, mintha üvegtenger lett volna kristályhoz hasonló, és a négy élőlény újra. Üvegtenger és kristályhoz hasonló, ez az üvegtenger, az üveg szó ebből a héber szó. Strong's G 5193, Hualinos. Ami azt jelenti, hogy valami, ami üvegből készült, átlátszó, vagy üvegszerű, ez a G5194-es szóból ered, ami üvegszerűt jelent, valami átlátszó, ami üvegből van, míg a kristály pedig a görög szó, bocsánat. Strong's G 2930, Krustalos. Krustalos. Természetesen ez is görög szó, nem héber, ez új szövetség. De nézzük meg a kristály, ez Krustalos. Ez pedig kristályt jelent, kettőször fordul elő, meg fogjuk nézni a másikat is, kristályt jelent szó szerint valamiféle drága követ, akár ugye, ha visszaemlékszünk a zafírt, amit Ezékiel leírt, illetve amit Mózes a hegyen látott a 70 bölcsen és Aharonnal. Ez pedig maga a cross szóból ered, ha jól látom, és ez a szó annyit tesz, mint jég, vagy valamiféle kőkristály. Érdekes módon az üvegtenger még egyszer előkerül, ez pedig jelenések Higgalú 15-ös fejezet, amelyik így szól az egyes vers, és láték mennyben más nagy és csodálatos jelt, hét angyalt, akinél vala a hét utolsó csapás, mert az által teljesedett be az Elohim haragja. És láték, úgy mint üvegtenger tűzzel elegyítve, és azokat, akik diadalmasok a fenevadon, az ő képén és bélyegén és az ő nevének számán, látám állani az üvegtenger mellett, akiknek kezében valának Elohimnek hárfái. Ezek természetesen azok az emberek, akikről ír a későbbiekben, és megjelöli őket úgy, mint azok, akik megvan Elohim parancsolati és a megváltó bizonyságtétele. Tehát mind a hit, mind pedig a Tora, azaz a parancsolatok. A másik két verziót megnézzük, az így szól, aztán ismét láttam, mintha üvegtenger lett volna előttem, amelyben tűz keveredett, illetve a következő, és láttam valami üvegtenger félét, amely tűzzel volt vegyítve. Ugye, ha emlékszünk az Ezékiel, amit írt arra részre, ugye ez Ezékiel és Hezekiel 1-es fejezet, 26-os vers, és a mennyezeten felül, mely fejük felett vala, mint valami zafírkő, királyi széknek formája, mint egy ember formája ült, ezt már tisztáztuk az előzőben, hogy ez mint a zafírkővel kövezett lett volna ez a terület, ugye ez az üvegtenger,
amit ismét lát a trón előtt, illetve nézzük meg, hogy a tűz vajon hogyan kerül ide 27-es, és látám iszó ércként ragyogni, amelyet mintha tűz vett volna körül derekának alakjától fogva, és fölfelé derekának alakjától fogva, lefelé látám, mintha tűz volna és fényesség vala körülötte. Ez pedig nem más, mint a Hua, a teremtő, és ez az, amiről a jelenések könyve ír, az üvegtenger, amelybe tűz keveredett, ahol azok voltak, akik legyőzték a fenevadat, és várják az ítéletet a földön, azokon, akik pedig felvették a fenevad bélyegét, ezt jelképezi jelenések könyve. Ezzel ez volt az utolsó idézet ebben a részben. Remélem, hogy mindenki számára érthető, vagy legalábbis hasznos volt. Az, aki másképp értelmezi, semmi probléma. Egész egyszerűen azt szerettem volna bemutatni, hogy az írás egyértelműen egy irányba mutat, és az pedig egy lapos és mozdulatlan világ, amely teljesen zárt, ráadásul egy szilárd acéltükörszerű égbolttal, ami zafír kristályhoz hasonlít, mintha üveg tenger lenne, és e fölött található meg a teremtője Hua, aki onnan szemléli az ő alkotását, és azt, hogy az emberek hogyan is élik az életüket. Az írás által előadott világ sokkal egyszerűbb, és tökéletes úgy, ahogyan azt Yahuwah megtervezte és megalkotta, egy zárt rendszer, amiben ő az, aki mindent felügyel és lát, mindent irányítása alatt tart. Nem véletlen az, hogy az ellenség arról beszél, hogy ő lesz az, aki a csillagok fölé helyezi a trónját, ugye ez Ézsaiás 14:10-es, hogy a mindenható trónja fölé helyezkedik el, hiszen onnan lehet mindent látni. Ezért akar oda menni, egy gömbföldön nincsen értelme annak, amiről ő beszél. Az, hogy a részletek hogyan alakulnak ebben a világban, azt csak idővel lehet kideríteni, illetve gondolom vannak egyes dolgok, amiket nem fogunk tudni kideríteni. A lényeg azonban az, hogy elhagyjuk magát a gömbmodellt, és meglássuk azt, ami a valóság, ez pedig egy zárt rendszer, amit egy égbolt vesz körül, és ez egy lapos, mozdulatlan világ, amit a teremtő felügyel az ő saját birodalmában. Mindenkinek a legjobbakat, és halleluja! Még annyit hozzátennék, hogy a Google Plus-on is megtalálhatjátok az Infobubble csatornát, mind a kettőt, ahol extra tartalmakat helyezek el, és akit érdekel, átböngészhetitek ezeket is. Kövessétek mind a kettőt. Amennyiben tetszett a videó, kérlek kattintsatok a like gombra. Ha hasznosnak találtátok, osszátok meg ismerőseitekkel, és bármiféle hozzászólásatok, megjegyzésetek, javaslatotok van, azt ide írhatjátok, valamint az elérhetőségeket megtaláljátok a leírás részben, ahol kapcsolatba léphettek velem, és még sok extra információt is találtok itt. Mindenkinek a legjobbakat. Halleluja!